A szülők szétválása nem csak a szülők, hanem a gyermekük életében is jelentős változást hoz. Fontos tudni, hogy a gyermekelhelyezési folyamat a válópertől függetlenül is elindítható. Előfordulhat, hogy a házaspár egyik tagja külön költözik, és ezért szükséges megállapodást kötni. Nagyon sokan úgy gondolják, például akik házasságban élnek, hogy már külön élünk, és amíg a válópert nem indítjuk meg, addig nem teszünk semmit azért, hogy a gyerekeink sorsa rendezve legyen. Nagyon fontos tudni, hogy abban az esetben, ha a felek házas felek voltak, külön élnek, de valami miatt nem kívánnak még elválni, mert például lehet egy nagy vagyonálla a háttérben, aminek a megosztása hosszabb időt vesz igénybe. Ez nem kizáró ok arra nézve, hogy rendezzék a kiskorú gyermekeknek a sorsát. A szülői felügyeleti jog alatt értjük a gyermek gondozása, nevelése körül felmerülő döntéseket, a gyermek vagyonával történő rendelkezést és a gyermek törvényes képviseletét. A szülők ezeket a jogaikat csak addig gyakorolják közösen, amíg együtt élnek. Amikor megindul egy per, és valamelyik szülőnél elhelyezi a gyermeket a bíróság, vagyis ha már az új terminológiát használjuk, akkor valamelyik szülőt feljogosítja a gyermek feletti szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlására, akkor ez a szülő gyakorolja a jogokat, de a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülőknek továbbra is együttesen kell eljárni. Ezek a lényeges kérdések a gyermek tartózkodási helyének, iskolájának, külföldön történő letelepedésének, valamint az életpályájának a meghatározása. Nagyon fontos, hogy a gyermek véleményét is meghallgassák. A 14. évet betöltött gyermek elhelyezéséről már csak az ő beleegyezésével lehet döntést hozni. A jelenlegi bírói gyakorlat azonban már 14 év alatti gyermekek esetében is lehetőséget ad a döntésre, tette hozzá Sterné dr. Deák Andrea.